Mintha időben visszaléptünk volna jó pár évtizedet a helyi sajátosságok telephelyén, a szalmafonó műhelyben. Tisztítják, válogatják a szalmát vastagság szerint, tekerednek a fonatok a szorgalmas asszonykezek alatt, zörög a varrógép, alakulnak az éppen megálmodott, megtervezett szalmatárgyak. Így megy ez már jó pár éve, amióta a közfoglalkoztatás keretében elindult a szalmafonás felelevenítése, tanulása, majd kreatív alkalmazása. Sok minden készül itt, és a szalmafonó asszonyok közül ketten, Bata Sándorné és Nagy Sándorné, mára már olyan magas szinten művelik a kalapkötés tudományát, hogy megszerezték a népi tárgyalkotó iparművész címet, és zsűrizett munkáik páva védjegyet kapnak majd. De honnan, hogyan indultak? Kettejük közül Batáné Inci a szóvivő, és mesél az elmúlt évekről. Az én részemről nagyon új dolog volt, bár emlékszem, még nagymamáink fonták, de ugye gyerekként nem nagyon érdekelt. Itt 2014-ben kezdtük el a szalmafonást, akkor volt nekem nagyon új. Férfi ember tanította nekünk a hetes fonást, az alapokat, meg a csigafonást, és ebből képeztük magunkat tovább. De akkor 2014-ben ott egy csoport összejött, és akkor megtanultuk. Nekem anyukám dolgozott, mint gyerek, besegített a szülőknek, úgyhogy ő megmutatta a szatyorfonást és a falvédőfonást nekem, vagy a szövés, mert nem is tudom, hogy kell azt mondani, hogy nem is szövés, nem is fonás, azt ugye fűzzük. Azt én anyukámtól lestem el. Történelmi tényként emlegetik, hogy az erdélyi Körispatakról jöttek ide annó a szalmafonás tudományát ellesni. A mai napig nem tudják, hogy volt kapcsolat Nánás és Körispatak között, hogy onnan hozták ide, vagy innen oda, ez még mindig vitatott. De teljesen mindegy, mert ott is ugyanúgy művelik, ahogy mi most itt elkezdtük. A Körispatakon, ha jól tudom, van egy múzeum is. Ott mit tudtak megnézni? Tudtak-e valami ötletet, elgondolást elhozni ide hozzánk? Igen, az egy kalapmúzeum, rengetegféle kalap van, és fonatok vannak, rengetegféle, gyönyörű csipkefonatok, kezdve minden. A szalma előkészítése ma is ugyanúgy zajlik, mint akár száz esztendeje. Tisztítás után be kell áztatni, ugye akkor már méretre van válogatva, és utána fonható bármi belőle. Be kell áztatni tiszta vízbe. A felső részéből készülnek a dísztárgyak, a középső meg az alsó részéből pedig a hetes, a kalapfonás. Sokféle terméket készítenek, szépek, mutatósak, de a zsűrizése bizony nem volt egyszerű tárgyakat beadni, szigorú feltételei voltak. Csak használati tárgyat fogadnak el, hagyományosat, ezt, amit mi már csinálunk, a virágokat, ilyeneket, azt már nem. Egyébként minden évben adtunk be 20-30 darabot, és abból jött ki a végeredmény. 4 éven keresztül. Nehéz volt kitalálni, ugye először is az Arató koszorú, az nagyon nagy tetszést keltett, az mindig érte a sikereket. Hát utána hagymatartó, evőeszköztartó, mindent ki kellett találni, cérnatartó, úgyhogy ilyeneket, karácsonyfadíszeket azt is elfogadták. Elég volt kitalálni is, igen, hogy mi legyen az a sok tárgy, 35 darab. 5 darab A minősítést és 30 darab B minősítést kellett elérni. Hát ugye több lett mind a kettőnknek, nekem 10 A lett, Julikának 17, de az nem baj, ha több van, csak ennyinek kell meglenni. A zsűrizett tárgyak között alap volt a díszes aratókoszorúk készítése, s bár mindig munkamegosztásban dolgoznak, a zsűrizésre szánt tárgyakat saját maguk készítik. Úgy szoktuk, hogyha valamit csinálunk, akkor azt teljesen ugye saját kezülek, végig, elejétől a végéig. Igen, meg is tudnánk varni, csak nem olyan gyorsan és szakszerűen, mint a varrónk, úgyhogy abban már ő beszokott segíteni a varrásban, mert ugye az már neki gyorsan megy. A koszorú látványos elemei az úgynevezett esőcsigák, ami bonyolultnak tűnik ugyan, de megtanulható. Rá kell jönni arra, hogy hogy kell, mert ezt ugye először szaporítjuk, aztán fogyasztjuk, mint a kötést. Így van. És ugye rá kell állni a kézre arra, hogy ugye szabályos formák legyenek. Tényleg csiga legyen az ilyen eső csepp tulajdonképpen, igen. Ez az első aratókoszorú, amit leadtam a minősítésre, és ez is ás lett a legjobb. A másik díjazott Nagy Sándorné Julika keze alól is csuda dolgok kerülnek ki, mint például ez a meseszép női kalap, amely lyukacsos fonatból készült. Ez 6 szálból készül, 2 oldalát külön-külön fonjuk, és úgy összeakasztjuk tulajdonképpen. Nem egy egyszerű dolog, mert tartani kell, mind a 10 ujjunkra szükség van, és csodálatos szép, ezt mi is szeretjük is fonni, meg mutatós is, igen.
Meg gondolom kelendő is. Kelendő is, igen. Megvan is nagyon nehéz. Ugye megszólalt a varrónk is, mert ugye ezt nagyon a szélébe kell varni, ahhoz, hogy pontosan illeszkedjen, szabályosan. És a virág dísz. A virág az egy, igen, az külön megfogni a szirmokat. Ezt a kettes fonást, ez is nagyon nehéz, és akkor ez díszíti. Nagyon sokat szeretnének, csak ugye az árától visszaretnének egy picit, de hát rengeteg munka van vele. Úgyhogy ezzel... Mennyi idő még egy ilyen kalapát? Mondjuk egy ilyen csipke, vagy lyukocsos? Hát maga a fonás, az körülbelül, Julika sugjál, 5 nap. 5 nap. Hát a virág az még egy plusz nap, az 6 nap, meg a varrás a 7. 7 nap. Tükör azt mondtad, hogy egy hétig készül. Egy hétig készül egy ilyen kalap, igen. Ebből a lyukacsosból naponta 2-3-4 métert lehet esetleg megfonni. És ehhez kell vagy 20 méter. 20 méter anyag kell? Igen. Vagy? Ha nem lyukacsos, sima ilyen rendes fonatból, 25 méter kell egy női kalapnak. Inci és Julika egyébként nagyon jó kapcsolatban vannak, a pályázati tárgyak készítése során is sokszor megosztották elképzeléseiket egy-egy tárgy kapcsán. Ötleteket azért lestünk el egymástól, nem kellett lesni, mert elmondtuk egymásnak, hogy ha elakadtunk, hogy mégis mit kellene csinálni, akkor kértünk egy kis tanácsot mind a ketten. Régente, ha valakiről azt gondolták, nagyon ügyes, azt mondták, megfonja az még a 12 ágost is, mármint fonatot. De valójában lehet ennyi szálból kötni? Bármennyi szálból lehet fonni, csak rá kell jönni, hogy kell hajtogatni. Lehet, persze. Na de erre hogyan jöttek rá, hogy hogyan lehet ezt alakítani, hogy ilyen sok szálból készüljön a fonat? Végül is mi az internetről néztünk le nagyon sok mindent, sőt, szinte mindent, mert mondom, mi csak az alapokat tanultuk, onnantól kezdve, hát Erdélybe is tanultunk ezt-azt, de hát ugye az 1-2 nap az annyira nem sok idő, az internetről főleg, onnan nézünk le mindent, onnan tanulunk. Itt egy gyönyörű 11-es. 11 számból van. A kitüntető cím elnyerése után a két népi iparművész szalmafonó ugyanúgy dolgozik tovább a helyi sajátosságok kötelékében, mint eddig, és így ünnepek közelettén bizony megsűrűsödtek feladataik. Karácsonyfa díszeket természetesen, ajtókopogtatókat, meg hát ugye a körforgalmi adventi koszorú, a városbáli koszorú, ez mind a mi dolgunk lesz, úgyhogy lesz mit csinálni most is.